Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Nem állítólag, hanem egész biztos. Te tudod már, hogy itt van valahol? Mert én is itt hallottam, amit mondogatják, de nem tudom, hogy merre induljunk. Én voltam az, aki itt van. Itt van ő. A víz alatt hallották. Látunk-e idős embereket? Kérdezzük meg, hogy ő-e Pista bácsi ott áll. Várjál, idős emberek. Én nem is nagyon látok itt idős emberek, csak egy szúrópróbaszerűen meg tudunk-e kérdezni valakit. Hát kérdezzünk meg fiatalt. Áll itt veled szemben egy fiatal ember, igen. Hát, ha ő tudja, hogy a Pista bácsi létezik-e, vagy te magad vagy-e a Pista bácsi, és bevallod-e ezt? Hát nem én vagyok. Nem te vagy. Na, csinálják csak így. Lölkeim. Lölkeim. Nem. Ez nem hasonlít, hasonlít, nem, de nem, de nem teljesen ő. Mondjad lölkeim. Lölkeim. Nem, bocs, nem érdekel. Te? Te jó. Lölkeim. Nem így mondja. Hallottad már Pista bácsi? Igen. Lölkeim. Ez jó. Egyébként ez kicsit hasonlít, de nem ő. De azért dolgoz rajta. Te jössz egy lölkei. Lölkeim. Ismeritek őt? Hallottátok adásban egyébként? Te hallottad őt, amikor bejelentkezett? Igen. Te mire tippelni, hogy egy idős ember, aki átvert minket, vagy egy fiatal, aki vagy nem idős ember, aki igazi, vagy fiatal, aki átver? Inkább középkorú, szerintem. Középkorú? De kamu, ugye? Igen. Én is inkább erre hajlanék, igen, hogy valószínű kamu. Na várjál, keresgélek még, akkor hát hagyd a férfiak között valaki, mondom, a férfiak között ne fussál elé, de szívem. Igen, de és a lányok elkezdtek elrohanni, nem vagytok veszélyben, lányok. Lölkeim. Szó. Aha. Még egyet? Lölkeim. Nem. Jó, nézzük. Feri, egyébként siessél már, hogyha esetleg... Mondja, Jani. Igen, sietek. Siessél már, hogyha esetleg bemegy a sárvári gyógyvízbe, illetve termárba, tudod, hogy akkor mindenki megfiatal. Jó, te ránézésre nem tudod hozni. Próbál. Lölkeim. Hogy van? Lölkeim. Ott van! Megvezetett minket! Ott van! Ő az! Pista bácsi! Kapcsátok el! Pista bácsi, nagy kamu volt! Rohadt nagy kamu! Pista bácsi, hello! Sziasztok, lölkeim, nem tudok mit mondani, hát tudod, ilyenkor koronéggel alig tudtam fölkárni, ennyit is vén fájja. Basszus, abból akarok inni és enni az elkövetkezendő 40 évben, amitől Pista bácsi évet, hogy a 20-as évek óta ilyen állapodon meg tudott maradni. És a telefon még egy kicsit ugye torzított rajta, most ez így élőben azért egész más. Pista bácsi, hello, hát te itt Sárváron? Igen, eljöttem, szárpusztok, sziasztok. Pista bácsi, inkább Pisti. Igen. Hol is születtél te, és mikor? Mondd még egyszer. 1927. október 6-án lölköm, valahogy így lehetett. De honnan van a dátum? Valami rokon született akkor? Hoppán, itt valahogy kitaláltam, nem tudom, hogy véletlen jött. Igen, és aztán ez rögzült, mert bárhányszor megkérdeztük, te erre mindig tudtál válaszolni. Ugye? Igen, de ugye amikor mondtátok, hogy próba kedvéri rám csörögtetek, azt találgattatok, hogy esetleg más telefon lehet. Na hát ugye ennek az a rejté oka, hogy mindig ismeretlen számot írt ki. Akkor tudtam, hogy ti vagytok. Ugye hallgattam a rádiót, na megcsörögjük Pista bácsit, ismeretlen szám, azok ti lehettetek. Na volt olyan, hogy haver hülyéskedett, felhívott ismeretlenről, azt úgy beleszóltam neki, akkor jót nevettünk, de... Ugye ez így alakult. Te hónapok óta készenlétben vagy, és amikor 6 és 10 között magántelefonszám hívott, akkor azonnal így szóltál bele? A fenét, általában az a privát telefonom volt a másik, ugye az... Aha, ja, hogy tudtad, hogy azon a számon csak mi hívhatunk privát számról. Aha. Hát végül is igen. Aha. És mi erre a sztorira voltunk rátekeredve a hónapokon keresztül. Gyanítottuk azért. Hallottátok, mi történik Kijevben a Majdanon? Nem, figyelj, szerinted ez a Pista bácsi, ez vajon ez kamu, vagy pedig tényleg annyi idős, amelyének mondja magát. Megverjük, vagy nagyon nagy, nagyon nagy. Ha már ott állsz, Feri. Na, ugye ez úgy alakult, hogy annak idején ugye haverokkal próbálkoztunk ugye játékba jutni, ezt a Balázs mondta reggel, hogy lehet jelentkezni gyereknek, idősnek, fiatalnak. Aztán hülyesebb írtam, hogy SMS 86 éves vén fejjel játszani veletek. Ugye, onnan egyből hívott. Aztán, ugye ő hív, vagy ő szól bele először, tök kedves hangot, hogy Pista bácsi, tényleg te vagy az? Hát mondom, hát szerencsétlen, de mondom, olyan aranyos, hát mondom, muszáj ma úgy visszaszólni, mondom, én vagyok az, hát édes szegény, Anna, mondom, hallottam, meg... hogy szinte szerencsétlen, tényleg tündéri, mert tényleg tündéri. Mondom, hát ez szerencsétlen csöpök Pista bácsi miatt. Hát mondom, biztos annyira szereti az idősebb korosztályt, aztán így folytattam. Ugye akkor hívtatok, hát mondom, most már visszaút nincs, na mondom, akkor megpróbáljuk. Ugye akkor elindult egy lavina, azt így alakult az egész, hogy szórakozunk, azt egyszer Anna... Ja, és Anna... rajta maradtál akkor ezen az utazáson, aha. Tehát először az Annád, aztán minket, és utána már kicsit beleragadtál ebbe a szerepbe. Persze, Anna hívott egyszer, hogy játszani
kellene, vagy nem tudom mi. És mondtam neki, de mondom, Anna, lebuktatnám magam, mert már tök sok egyka terjeng a környéken. Elkezdett, ne, vigyük azt a karakter tovább, aztán ugye így maradt meg tovább is Továcsi, úgyhogy próbáltam bár belőle kilépni, de nem sikerült. Basszus hihetetlen, és még intéztünk neki aranyérkenőcsöt, kerekes széket, belépett a súlyfürdőbe. Igen. Tehát volt egy pont, amikor az Anna már tudta? Persze, mert egyszer volt olyan, hogy felhívott Anna. És gyerekek, mit kap az Anna, ha visszamegyik? Várjál, reggel beszélünk. Kollaboráns! Áruló! Mondja, Pisto bácsi? Mondom, de hogy is mondom, én vagyok az Balázs, de mindjárt szólok neki, aztán mondom, papa, gyere ide! Aztán akkor beleszóltam, hogy itt vagyok, lölkő, megjöttem, mit akarsz? És akkor az Anna hónapok óta összejátszol veled, hülyén röhög a stúdióban, amikor mi még mindig találgatjuk, hogy te eredeti vagy nem. Hát bocs, Anna, innét kérek bocsánatot, de igen. Azt a mindeni gyerekek, az Anna cinkos társaivá válik a hallgatóknak. Ki az Anna, a tégla? cinkos társává válik a hallgatóknak velünk szemben. Jó, Pista bácsiról rögtön fölteszünk egy képet a Facebookra, jó? Mert már látom az SMS-ről, hogy mindenki hiányolja. Most már hogy, késő. Hogy mutassuk meg Pista bácsit, mutassuk meg, látni fogjátok. Egyébként nem sokára, ha valaki lájkol minket a Facebookon, akkor ott lesz a kép. Hát valójában tényleg nem egy 80 éves idős emberről van szó. Szóval mivel foglalkozol egyébként? Én kamionos vagyok. Kamionos vagy. Na jó, hát figyelj, nem tudod elképzelni, hogy a Facebookon, meg a Morning Show oldalán, meg itt az SMS falon, az leginkább az első telefonbeszélgetésünk után, még a Csabinál 11 órakor a kívánság műsorú, és azon ment a vita, hogy te igazi vagy nem. És egymás nagyon durva anyázása egyébként. Tehát valami olyan vitát generáltál, amire mi se számítottunk. Hát erre én sem számítottam, megmondom őszintén, de bevallom, hogy szeretem a hülyeséget, éppen banga vagyok, mint ti vagytok itt hárman. Úgyhogy banga? Jó. Jó, visszaszívom, nem? Nem baj, csak kérdeztem, hogy bangák vagyunk-e mi. Egy kicsit lököttek, na. Figyelj, csak 8 éves kislány hangot is tudsz hozni? Megmondom őszintén, volt arról szó, hogy játszunk, vagy egyik haver mondta, hogy mi lenne, hogyha kislányként jelentkeznék be. Azt, hogyha gyanús leszek, akkor megkérdezitek esetleg, hogy ki a segítség, aztán mondanám, hogy Pista bácsi, hogy egybe lebuknák, de nem próbálkoztam ilyennel. Jó, gyerekek, több minden kiderült ebből. Egyrészt, hogy Pista bácsi nem igazi, kettő, hogy azért az Annára nagyon kell vigyázni, mert az Anna úgy árul el minket, és játszik össze a hallgatókkal egy fél kiló kenyérért, és hónapok óta nagyon röhög rajtunk, hogy azért ez tanulságos, tehát vigyázni kell. Holnap el leszünk a stúdióba, kis igen. Csillag, csak mondom. Írj egy hallgató, bünti lesz. A Kennedy gyilkosság ehhez képest nyílt titok. akkora rejtély volt fél ez. Fél kiló kenyeret mondtál, azt mondta, hogy kamionos, valószínűleg valami török bőrkabát lehet a dolog. Leesett 4 laptop a kamionról, és igen, a Ponyinszki családot ezzel szépen megvásároltad. Na jól van, Pista bácsi. Még amint ugye, aki volt, a Dezsőbe fröccsözgettünk, tudod. Vagy hát tudjátok, amit most erre nem annyira hát Dezsőbe való fröccsözés. Amikor a Józsival meleg szendvicseztek, az viszont megvan. Na, ugye ő az én főnököm, úgyhogy nem tudom, most aztán lehet, egy zöld kamionnal járkál a Falkóba, Szecsődi Dezső általában. És mert remélem rászakod az ég délután, amikor felül a danú tetején. Na, hát ez csak kimossa az eső. Na, jó, rendezi a nyomat tényleg. És a kutyád is sártuljon le, a tehi meg dögöljön meg, az asszály meg vigyel az egész termést. Na, igen, az további szép napot kíván. Az asszonyát meg kapják el égen. Na jól van, hát ez egy szép kívánság volt. Pista bácsi, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra. Morning Show.